A második fordulóban elszenvedett veresége óta zsinórban hat mérkőzést nyert meg a Máté szalkai női kézilabda csapat, így a legutóbbi bőcs elleni 13 gólos győzelem már papírformának mondható. A Vakarcs Krisztina játékos edző által irányított együttes végigvezetve gyűjtötte be a két pontot és ugrott a tabella élére. Torma Tamás Egyesületi elnök szerint az egyfordulóval korábbi idegenbeli mérkőzésük volt az ősz kulcsmeccse. Két hete füzes ma voltunk, ahol hétközi edzésem voltam len, és azt próbáltam a lányokba beleplantálni mindenképpen, hogy, hogy teljesen úgy játszanak felszabadultan, tehát a játék örömmel miatt, hiszen nem nekünk van veszíteni valunk. Én úgy gondolom, hogy ez a taktikai fegyelem, amit a Vakacs nevezett csapat betartott, Füzesabonyban sikert hozott, hiszen egy góllal tudtunk nyerni Füzesabonyban, így aztán a tabellán gólkülönbséggel, de még mindig a második helyen voltunk. Most a hétvégén a bőcselleni mérkőzéssel úgy gondolom, hogy megerősítettük azt a pozíciót, hogy igenis a nem rivalizáló csapatok a bőcsel a a második felében foglal helyet nagy gólkülönbséggel tudtunk győzni, és ennek a gólkülönbségnek köszönhetően most átvettük a tabellán a vezetést. Az északkeleti csoportban 14 ponttal él lovas Máté Szalka mögött, a szintén 14 pontos vizesabony és a 12 pontos hajdúböszörmény áll. A Máté Szalka vasárnap hajdúböszörményben lép pályára.